Sziasztok, kedves bencek, és elkezdtünk a legújabb videómhoz. Itt van velem Rebeka és Andreas. Sziasztok. Sziasztok. És ez egy prank videó lenne, Bálintot, a menedzseremet fogjuk megprankelni. Look at this dude. Wait till you see the... No. Ugyanis utoljára ő prankelt meg engem. Nem. Én őt. Igen. Mert ő nem prankelt vissza, ugyanis 2500 cetlit raktam fel az autójára, de úgy döntött, hogy nem prankel vissza. Ennek most már lassan egy éve, vagy fél éve? Fél éve. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy megprankeljük így hárman közösen Bálintot. Mondjátok el, hogy mi lesz a koncepció, Andreas? Tehát, mindjárt lemegyünk, beülünk a kocsimba, elmegyünk Bálinthoz, ahol tudjuk, hogy ott fog parkolni, mert mindig ott parkol, és leszedjük az első kerekét. Hát lelopjuk konkrétan az első kerekét Bálintnak, úgyhogy nem tudja, és fogalma sem lesz az egészről, reggel lesz egy meetingem nekem Bálinttal, és még a meeting előtt másfél órával oda fog menni a tett helyszínére, és reggel nektek GoPro-val fel fogjuk venni az ő reakcióját, illetve hát tetten fog úgymond érni minket, mert hogy feladjuk magunkat, nem fogjuk játszani napokig, hogy nincs meg az első kereke, és hogy vajon kilophatt el. Rebeka, várod? Nagyon izgulok, én leszek az őr, és kamerázni fogok, úgyhogy iszonyatosan sok feladatom. Igen, Rebekára bíztuk a legnagyobb feladatokat, ő lesz az őr, és kamerázni fog. Hát most nyilván nem fogjuk egy nőre rábízni azt, hogy szedd le a kereket, majd mi őrködni fogunk, illetve hogy emelni a kocsit az emelővel, úgyhogy összeállt a csapat. Én is videózok, én is szedem a kereket, András szedi a kerék nagy részét, és Rebeka pedig őrködni fog. Na már most Bálint jelenleg edzésem van, lemegyünk a kocsiba és fel fogjuk hívni arrafele menet, a házához tartva, hogy hol is van jelenleg. Hogyha tetszeni fog nektek ez a videó, osszátok meg ezt barátaitokkal, kommenteljetek, lájkoljatok és iratkozzatok fel, csatlakozzatok hozzánk, és szerintem vegye kezdetét a prank. Indul a csapat! Készen állunk? Készen! Igenis, kapitány! Itt vagyunk Bálint lakásához közel, és felhívjuk őt, hogy most mi a helyzet, hol van, hogy azért legyen biztos az egész, hogy nem áll a kocsi mellett éppen. Szevasz! Azt akartam kérdezni, hogy Mizu, hazaértél-e, illetve hogy a holnap reggeli megbeszélés az áll-e még, és akkor 10 órakor-e, vagy 11-kor? Jó, legyen 10, én éppen edzésről mindjárt hazaérek. Aha. Ott vagyok, úgyhogy holnap 10-re akkor igazából megyek hozzá, jó? Reggel tartom a kocsiba és megyek. Jól van, oké. Okay. Én is mindjárt érek haza, úgyhogy voltam Andreasszal egyetként. Jó van, neked is hívlak reggel, szeva. Szevasz, csecse. Na, szerintem helyben vagyunk. Jó helyzet, örülünk, nem? Igen. Mindjárt hazaért, és akkor András segítségével mi ketten. Rebeka közben őrködni fog. Legfontosabb feladatot megkaptam. Igen, lekapjuk a hátsó kerekét Bálinnak, és így meggátoljuk a reggeli megbeszélést. Úgyhogy... Ki akartuk szúrni, de... az lehet, hogy nem lenne fair vele szemben. Jó, én tudom, hogy hol van a helye, mert neki van helye, ahol meg szokott állni, úgyhogy egy utcával arrébb koordinálok titeket, és nézzük meg, hogy ott van-e. Jó. Menjünk. Ott szokott megállni a másik utcába. Megjött. Szóval, mint láttátok, Bálint megérkezett az autóval, úgyhogy most Andreasszal, akik egyébként barátnő meg közösen tartsák a fény, nekem köszönöm szépen. Kivesszük az emelőt, illetve a kis szerszámokat a Mercinek a hátuljából, és le fogjuk kapni az első kerekét Bálinnak. Ott van Bestyú, kezdődhet a művelet. Most már azért szerintem Bálint nem fog visszajönni, nézzük meg, hogy Andreas hogy tart. Hol tart? Úgy állunk, hogy... Egyébként hadd említsem meg, hogy remélem, hogy a rendőrséget nem fogják ránk hívni. Így van. Tehát kevés a mozgás, de ott már látok két embert, hogy néznek, szóval... Mondjuk az is igaz, basszus. Mindegy. Nem baj. Tehát, ezt berakolom ide, hogy nagyjából jó legyen, és először meg kell adítani ezt az öt csavart, hogy ne pörögjön magába a kerék, amikor fel van emelve. És figyeljétek meg, milyen erős vagyok, mert kézzel meg tudom emelni a kocsit. Ezt csak most úgy bemutatom, azt figyeld. Emelkedik a kocsi kézzel. Na, eddig bírtam. Egyébként András most közli velem, hogy lehet, hogy be fog riasztani az autó, mert ugye be van zárva. Szóval... Az tök jó lesz egyébként, akkor futunk a gumival együtt, az biztos. Lehet, hogy az is nem fog menni kézzel, de akkor ráállok maximum. De megy, jó? Csak így meg kell lazítani.
Egyébként igen, tehát a hátunk mögött éppen bezárnak egy kaput, tehát... Defektus lett. Nem lelopjuk a menedzserem gumiát egyáltalán. Remélem egyébként, hogy Bálint nagyon fog örülni a meglepetésnek, illetve kicsit azt is remélem, hogy nem lesz megint olyan, amilyen szokott lenni, hogy megprenkelem és nem adja vissza. Habár az Elrabolva című videómban ő prenkelt meg utoljára, úgyhogy most bőven megérdemli ezt az egészet. Azt kell eldöntsük, hogy a gumit azt mikor kapja vissza. Tehát, hogy ez így... Nem tudom. Be fogja jelenteni a rendőrségnél egyáltalán? Reméljük nem azért. Szerintem téglára kellett volna rakni és mind a négyet levenni. Meg vagyunk? Kettő fordítás van még. Eddigi kedvenc prankem, Rebeka, esküszöm. Nagyon örülök neki, hogy ezt így megcsináltuk és összehoztuk. Hogyha nektek is tetszik, egyébként osszátok el a barátaitokkal, hadd nevessenek ők is, és várom a további ötleteket, hogy mivel és kit prankeljek meg. Hogy állunk, András? Kész van, mácsokok. Csavarokat kell kiszedni, és kész. Szuper, kijött az utolsó csavar is. Ezt nem hiszem el. Szerintem mi itt végeztünk, úgyhogy nyomás tovább, és a kocsiból majd jelentkezünk. Felraktam a kamerát egy fára, lövünk egy képet, amit el fogunk küldeni reggel Bálinnak, most a telefonnal, hogy bent van a csomagtartóban a gumi, és visszakapja majd. Király! Haladjunk tovább! The next day. Szép jó reggelt kívánok, elérkezett a másnap, amikor oda megyünk Bálinthoz, és még őt megelőzvén, hogy bejön az autóba, hogy jöjjön hozzá megbeszélésre, megnézzük a reakcióját, hogy mit is szól ahhoz, hogy leloptuk az első kerekét éjjel. Készen álltok, fiúk, lányok? Készen, igen. Indulhatunk. András? Igen. Rebeka? Hello, Bence. Rebeka is szépen a Hello, Bence teát, úgyhogy indulhatunk meg. Ilyen olyan váltást szeretnék, hogy András arcába megyek bele. Itt is vagyunk a kocsiba, ez egy zseniális váltás volt, indulhatunk a helyszínre. Szóval megérkeztünk a helyszínre, ugyanott vagyunk, ahol voltunk ezelőtt, innen nincsen Bálinnak belátás, hogyha véletlen már ott lenne, de szerintem még nem érkezett meg, és a kocsival szemmel lévő bokron fel fogunk telepíteni egy GoPro-t, ami itt van Andreasnál, és ezzel fel tudjuk venni a reakcióját. Mi természetesen itt leszünk, hogy Bálinnak fogalma se legyen arról, hogy ki volt az, aki lelopta a gumiát. És telefonról fogjuk figyelni. Közben, és telefonról fogjuk figyelni. Ha eljön idáig a jel, reméljük, hogy eljön. Ott van. Megvan még. Szegény, hogy néz. Ott van a bokor, oda fogjuk feltelepíteni a GoPro-t, készen áll minden? Remélem egyébként a wifi el fog látni oda a kocsiig, és tudjuk majd élőben nézni. Én is. Hogy lesz? Az a baj. Leszedjük ezt róla, mit szólsz? Jó. Így rakjuk fel a GoPro-t. Hol legyen, hol nem fogja látni? Inkább oda, kicsit lentebb, nem? Lentebb. Valahogy úgy a zöldbe. És telefonról el tudod indítani, igaz? Igen. Jó. Most is lehetem, hogy csinálsz. Rakjuk ide? Úgyis jó. Jó, úgy, látszik? Így jó, így ezért nem olyan feltűnő. Így néz ki a történet. Itt van, félreállunk, gyertek arrébb egy picit. András ráállsz teljesen az egész kilátásra. Jaj, nagyon jó így. Király! Itt várunk 15 perce már a kocsiban, beszélgettünk. Bálinnak fél órája van odaírni a megbeszélésre, szóval hamarosan kell lejön az autójához, és észre fogja venni, hogy lelopta valaki a gumit róla. Nem fogjuk elárulni, hogy ki. Tegyem a hülyét, hogyha felhív engem? Mert biztos fel fog hívni, hogy nem tud jönni, mert ez van. Tehát, tegyem a hülyét, vagy mondjam azt, hogy mi voltunk azok? Egy kicsit szivatom, jó? És akkor utána majd elmondom neki, én a fekete leves, hogy mi voltunk azok. Egyből visszaadjuk a gumit, vagy mi legyen? Hát még várjunk azzal is azért. Majd este. Jó van. Viszonylag hamar jöttünk, hogy tudjunk mindent elintézni, és a GoPro tudjuk jól lerakni. Picit azért azzal is megszenvedtünk, hogy telefonon mi legyen, elérjen a jel, blablabla, bla, bla, jó helyen legyen a GoPro, de így most már úgy néz ki, hogy minden sínen van, és akkor várjuk Bálintot. Holnap nem ezt fogjuk csinálni, hanem holnap tulajdonképpen elmegyünk a... De várjál már! Mindjárt csak visszahívlak. Cső. Ez is valami víz? Autóról le van szedve a kerék. Igen, a kerék le van szedve.
tudjam, ki szedte le? Hát szerinted... Jó, de nem tudom. Rendőrséget hívtam? Hát figyelj, nem tudom. Fogalmam sincs, itt állok szokásos helyen, és nincs rajta. De semmi, szedni sincs az autó. Jó, mindegy, föl van Bencét, hogy nem megyek hozzá, meg följönte a rendőrséget. Nem viccelek! Na jó, leraktalak, jó? Hello! Hívj Bálint! A manager! Hello! Szeva, tesó! Figyelj csak! Nem tudok menni hozzád, nem fogok odaérni. Jaj, nem már! Megint nehogy már kérsé, légy szíves! Bence, figyelj! Nincs kerék az autóban. Tehát itt állok a ház előtt, és az első kereken nincs meg. Most aztán viccelek. Tehát nincs meg az első kereken, és... De mi Bálint? Várjál! Figyelj, itt állok, tudod, szoktam megállni a szokásos helyen, és az autó fel van emelve, és nincs rajta az első kerék. De várjál már mi? Hát téglára lerakták ugye, ahogy a filmekben vagy? Nem, emelő van rajta. Hát én nem tudom Bálint, de valahogy ide kellene érned, mert most már nekem jó, is... Jó, most figyelj, a rendőrségnek szólni fogok, van, ott van a kamera, ott van egy térfigyelő. Tegnap leraktak ide, érted? Tehát nem tudom. Nem tudok valami semmit csinálni, nem tudom, lehet, hogy nincs is hozzá is semmi, nincs oda kerék, se sehol. Jó, bocs, hogy röhögök tényleg, de... Jó, küldök valamit... Hát jó, tudom, kevéses alattad. Bár, adj egy percet, Léci, hívlak mindjárt. Jó, csá, hívom a rendőröket addig. Gyorsan küld neki, hát. Ugye ezt felhívja a rendőröket, elküldöm neki a tegnap éjjel készített képet. De rossz, szegény. Ott állunk a kerékkel éjjel. Lássuk, mit ír. Látta. Na menj a p***ba. Rohagy meg, de zsőben. Rohagy meg. Évszázad átverése. Vedd fel! Na, halló, mondjad! Figyelj, nem vagy vicces, haver! Nem vicces! Ez most nem a vicc kategória! Na, értem, hogy jót röhögsz rajta, elhiszem, hogy jót röhögsz, de értem, hogy szivatni akartál, de ez nem poén, haver! Törött az autómat, ez így át egész éjszaka! Annak örül, hogy nem téglára raktuk! Meg az ő mind a négyes! Figyelj, és ha baj lesz az autón, komolyan mondom, rajta fogom leverni, meg de... De ne csak autó. Én, hát András segített a legtöbbet! Hát Andrásszal meg nem akarok egy darabig találkozni, mert hiszem ez nem vicces, de majd én is megviccelem őt a Mercivel. Nyugi, te is vissza fogod kapni, már megmondtam, nagyon durva, ha még egyszer megszivat. Na várjál, odajövünk, jó? Egy olyan, egy óra. Jó, figyelj, én nem ezt rak, tegyétek vissza az autóra, a kereket, fölmentem, intéz a dolgaidat, ma meg hogy legyen a találk meetinget is, jó? Na, jövünk, itt vagyunk, Bálint, jövünk, itt vagyunk. Persze, sár. Ó, nagyon megsértődött szerintem. Ott áll. Várj, ezt kiszállok, ez nagyon jó. Komám! Itt a GoPro, is felvettük a reakciónak. Én néztem mindenhol mindent, és nem, hol volt a GoPro? Ott bent a susnyásban. És ezt így hogy? Annak körül, hogy... András! Azért ez jó van, gyerekek. Sétáljunk azért hozzá, Bálinten. Ez mestermunka, haver. Mondd azt, hogy ez nem jó poén. Mondd azt, nem. Ez... Jó, de csak azért nem, mert veled csinálták. Jó, maradjunk annyiba, itt mindenki ölt, hogy ha az autóra, amikor visszakerült a kerék, és nem ugyanúgy fog viselkedni, akkor jössz négy új kerékkel. De hát egyet vettünk le. Nem baj, akkor is négy újjal, és te pedig egyébként szinte nem kerül rá. Tudod mi, cseréljük el, én kérem a te felnitet, jó? El tudjátok képzelni, hogy gurul a rakparton, és a vízbe belemegy a gumi. És ezt így együtt csináltátok meg? Rebeka! Én kameráztam. Rebeka őrködött. De mikor vettétek le? Éjjel. Éjjel vettük le, haver. Ez így volt egész éjjel? Ez egész. Ha jött volna valami részek és kirúgja az emelőt alól, akkor a kocsinak végén. Na jó, gyerekek, kaptok egy fél órát visszarakni.
remélem, hogy jót röhögtetek rajta, szevasztok, és ezt nem, találkozónak annyi, jó? Nem, én itt is hagylak titeket, jó? Gyere már vissza! Várjál, tesó, várjál, itt van! Itt van, Bálint, itt van! Itt van! Itt van! Minden itt van! Na jó, akkor ezt most végig fogom nézni. De nem segítesz, hogy rakni? Nem. De egyébként jó, hogy levettétek, mert látom a bordázatát a téli gumirak még teljesen ideális. Két szezon még kibír. Igen. Meghúzzuk a kerekeket és vissza is kapja járgányát. Figyelj, amúgy a 3000-et azt kifizeted? Annyi, hogy a mosóba akkor ezt most elvihetek. Ne, te fizeted ki a 3000-et, hogy kicseréltük. Nem. Figyelj, ide majd hozz vissza, mert akkor egy mosó azért nem. Centrírozás volt csak. Mert egy mosást azért csak kapok, ugye? Nem. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Rebeka, köszönöm neked a kamerázást. Bálint, várom a pranket vissza. Hogyha tetszett ez a videó, ne felejtsétek el lájkolni, iratkozzatok fel, még nem vagytok, csatlakozzatok hozzánk, illetve az ezelőtti videókat sem hagyjátok ki. Én Dezső Bence voltam, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!